A lábunk hordja az egész testünket, ápolására ezért nem csak esztétikailag, de egészségügyileg is oda kell figyelnünk, hogy hogyan, ehhez adunk most néhány tippet. Mit jelent pontosan az a szó, hogy podológia? Podológia az állapotfelmérést csinál, és lábat diagnosztizál, a láb problémákat felméri, és azt kezeli. Az emberek többsége még mindig talán úgy gondol a lábápolásra, mint esztétikai beavatkozásra, holott szerintem ez sokkal inkább egészségügyi dolog is. A lábápolás az nem csak az esztétikáról szól, hanem ugye nagyon sok esetben előfordulnak láb problémák, illetve köröm problémák is, amivel szakemberhez kellene fordulnia olyan esetekben, mint a gombás köröm, vagy egy tyúk szemkezelés, vagy akár egy deformitás. Az esztétikai pedikűr az egy általános pedikűr, itt a pedikűrös a podológiában nem csak az esztétikai pedikűrrel foglalkozik, hanem a lábdeformitásokkal, a köröm elváltozásokkal, a gombás köröm kezelésekkel, diabéteses lábakkal, tehermentesítő készítés a lábdeformitására egyénre szabottan készítik el. Először megláttam a berendezéseket, egy pici zavar keletkezett az erőben, arra gondoltam, hogy hát nem fogorvosnál vagyunk. Mihez kellenek ezek a speciális műszerek? A podológia olyan eszközparkkal rendelkezik, ahol többféle flézerfej van, steril eszközök, illetve olyan flézerfejek, amivel meg lehet könnyíteni a gombás körömnek a tisztítását és utána a lézeres utókezelést. Az eszközöknek a sterilitása az nagyon fontos, hogy minden eszköz sterilen legyen kikészítve a lábápolás folyamatához, illetve az olyan elváltozások, mint a benőtt köröm, vagy illetve a gombás köröm, a szemölcskezelés, tyúkszemkezeléshez külön eszközöket használnak. A diabéteses lábnál elég vékony a bőr és könnyen sérül. Tehát, hogyha megsérül a bőr, akkor egy diabéteses lábnál, ugye, akik főleg neuropátiásak, azoknál gyakorlatilag könnyebben a fertőzés veszélye. Az állapotfelmérést azt egy speciális géppel lehet készíteni, ahol rááll a beteg a gépre, és beméri a test súlyának megfelelően, ahol terheli a lábát, és aszerint lehet legyártani a talbetétet, akár egy harancsérdésnél, vagy egy sarok problémánál.